Teremtővel, felsőbb énnel a kapcsolat. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Jó, és akkor be is másolom magamnak itt, csak azért, hogy tudjam, és akkor kezdjük is, jó? Mondok egy pici háttértörténetet, mert ezáltal megértitek a logikáját. És a logika az mit jelent? Hogy mi okozott mit, mi vezetett ide, és mi a kiút. Nagyon sok hölgy, ugye az érzemvilágnak, hogy mondtam, az úrnője, de ő csak éreznek. Igen, és tudod, miért érzed azt? Tudod az okát? Logika az az oka. Tudod? Hát azért nem tudom, mert aki nem tud logikusan gondolkodni, az nem fog tudni gyógyulni. Ja? Nagyon egyszerű. Azért mondom, a logika. A logikának, azaz a férfi energiának meg kell tanulni, meggyógyítani az érzelmi, azaz a női világunkat. Semmi köze, hogy kinek mi van a lába között. Jó? Nem, ez nem arról szól. Oké, na akkor kezdjük. Teremtővel a felső bénnel való kapcsolat. Itt a logika. Már évmilliókkal ezelőtt az alacsony tudatosság miatt elutasítottuk a magasabb énjeinket. Ezt, hogy érezzétek át. Ez egy hipnotikus beszél, és nem kell semmit csinálnatok, csak érezzétek át. Ez mind azért volt, mint említettem, mert a tudatosság nagyon alacsony volt. Volt, ami volt. Azért jöttünk vissza, hogy korrigáljuk. Az emberek féltek, az emberek nem voltak ellátva jó tanáccsal és jó rálátással, és a maguk leértékelt önbecsülése szűrőin keresztül nézték a külvilágot. Említettem azt is, hogy minél inkább lejjebb ment az önértékelésünk, annál kevésbé tudtunk jót teremteni. Mert az univerzum nézi a mi érdemességünket, a mi méltányosságunkat és az önértékelésünket, és azok, akik ugye pénz vagy anyagi kihívással küzdenek, azt tudni kell, hogy a világegyetem, a világ, nem azt az összeget fizeti neked, amit ők hisznek, hogy te megérdemelsz, hanem azt az összeget, amit te hiszel, hogy megérdemelsz. Jó? Az egész világ a mi belső világunknak a kivetülése. Tehát a régi ember, az ősök ugye elutasították a felső bénjeiket, kiestek, idézőbb Isten kegyeiből, és ebből lett a bukott angyal. Ebből lett a bukottságunk. Ebből nagyon sok aspektus van, akár 100 000 is. Lehet ezeket gyorsan gyógyítani, nem kell a számtól megrémülni, csak mondom, hogy azért van ez a nagy kapkodás most, mert hát tudod, én is már lacafaca, meg repülőszőnyeg, szerelő szeminárium voltam, és mindig nem megy a gép. Hát persze nem megy. Sokkal mélyebb rétegek vannak. Tehát az ember elutasította a felső bényét, felső énjét, a teremtői mi voltunk, a mindenség, az összesség, ezeket is traumákban elkezdtük elutasítani. Erre csináltam a nagy technikát, hogy innen mi hiányzik. Szeretet, erős. Hát, és ezek mind el lettek utasítva, ez is a teremtés és a mindenségnek egy nagyon fontos rész, és ahogy integráljuk ezeket vissza, egyre inkább erőnkbe leszünk. És így az év milliók, meg az millió inkarnációk alatt mi nemet mondtunk szinte mindenre, de csak azért, mert nem tudtuk, hogy igent kéne mondani arra is, arra is, arra is, és haza invitálni ezeket az elutasított erőforrásokat. Jó? Tehát ez a lényeg. És utána az ego azt mondta, hogy szakállas csáv az égen, tudod, nem ért hozzá, mi, én vagyok a jó fej, kövess engem, tudod, itt van egy csillagcsavarhúzó, a többi szerszám meg nem kell. Bum. És ott átment, vagy itt egy kalapács. És az a baj,
hogyha csak kalapács van a kezünkbe, minden úgy fog tűnni, vagy mint egy szög. Ne szöneked, ezt csináljuk majd millió évvel, ütünk, verünk, csapkodunk, minden. Sokkal több szerszám van, mint a kalapács. Jó, kezdjük az oldást. Képzeljétek el, hogy itt vagytok ti, idézzétek fel magatokat, a felmenő ágot, ősöket, hívjatok nagyon sok embert meg, legyen az egy stadion, vagy egy domboldal, vagy egy, nem is tudom, egy rét. Ti vagytok a szónokok. Jó, képzeljétek el, adok egy percet. Először a tömeghez beszélünk, utána meg a teremtőhöz, a forráshoz. Most a következő szöveget mondjuk az ősöknek. Tisztelt megjelentek, kedves jelenlévők! Most már ti is hallhattátok a háttér történetet. Nagyon sok mindenről nem tudtunk, vagy nem tudtatok. És arról sem tudtatok, hogy vannak magasabb énjeitek. És hogy nem vagytok egyedül. És hogy a segítség rendelkezésetekre állt volna. Az történt a múltban, kedves ősök, hogy nem kértünk segítséget fentről, és a felsőbb énjeink visszahúzódtak. A felső bényeink eltávolodtak, mert úgy érezték, hogy nincs rájuk szükség vagy igény. Ezt nem tudtátok. Kérlek, bocsássatok meg magatoknak. Ezeket a történeteket meg kellett, hogy éljük. Azért, hogy lássuk, hogy milyen katasztrófához vezet, mikor az emberek szeparáltak. Hogy lássuk, hogy mennyire szükség van egymásra, szükség van a magasabb énjeinkre, hisz ők értünk vannak, és szükség van a teremtő, a forrás, a mindenségre, hiszen az az igazi szertár és raktár, amiből jó dolgokat tudunk meríteni. Most már látom, látjátok és érzitek, hogy ezek az ősi minták, ezek nem voltak a legjobb minták. Nem baj. Engedjük el őket. Engedjük vissza magasabb énjeinket, magasabb tudatosságunkat. Engedjétek vissza az intuíciótokat, és bízzatok magatokban. Ne okoljátok magatokat, ne legyetek magatokra mérgesek. Én is sokáig mérges voltam, de ezt most szeretném elengedni.
Kérem a Teremtőt, segítsen nektek és nekem ebben, hogy álljunk vissza egy olyan üzemmódba, ahol a világegyetem részeivé válhatunk ismét úgy, hogy nem utasítjuk el semmelyik részét annak. Köszönöm. Tudjátok azt, hogy én szeretlek benneteket. Én megbocsájtok nektek. Kérlek, ti is bocsássatok meg nekem és magatoknak. Ártatlanok vagytok. Előttetek egy gyönyörű jövő. Egy igazi földi paradicsom. Merjétek elfogadni. Érdemesek vagytok rá. És értékesek vagytok ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Oké? Okay. Adjatok magatoknak egy kis időt, pár másodpercet. És akkor csinálják a következő lépést, hogy itt van az univerzum, mint egy metafora, a mindenség, a teljesség, itt van a Teremtő, az Isten, aki ott van, mindig is ott volt, tehát részei vagyunk és voltunk, de nagyon sok nemet mondtunk, és szitkozódás, átkozódás révén távol tartjuk magunkat ettől a bőségtől és a mindenségtől. Jó, tehát képzeljétek el, hogy most a világegyetemhez, az Istenhez, a Teremtőhöz beszélünk. Kezdjük. Kedves Teremtő, kedves Istenem, kedves forrás és univerzum, mint egy ártatlan szerető gyermeked, állok előtted. Kicsit félve, kicsit megszeptembe, de ugyanakkor büszkén és bátran. Szeretném veled újra úgy felvenni a kapcsolatot, hogy el tudjuk engedni a múltat, hogy el tudjuk engedni a múlt hibáit, hogy el tudjuk engedni a múlt sérelmeit és nehezteléseit. Eddig a sikertelen történeteinket rád fogtuk, kedves Istenem, kedves Teremtő. De ez csak azért volt, mert nem tudtuk azt, amit nem tudunk. Most már tudjuk, hogy ez így nem vezetett semmi jóhoz. Ezért kérlek arra, hogy segíts nekünk. Úgy szerves részeivé válni a mindenségnek, hogy azt mi jó kedvel és szeretettel tudjuk csinálni. Hogy tudjunk újra veled kapcsolatba lenni, és tudjunk úgy másokhoz viszonyulni, és bízni másokban, hogy
hogy ez mindenkinek jó legyen. Ebbe kérem a segítségedet, megtanulni szívből adni, megtanulni bűntudat nélkül elfogadni, és jókedvel, lelkesen létezni. Érted? Magamért és egymásért. Kérem és köszönöm. És ez így van, és így lesz. Szeretlek téged. Megbocsájtok neked. Kérlek, te is bocsáss meg nekem. Ártatlan vagy. Gyertek akkor ki a meditatív transzból, és remélem tetszett. Ezzel a véget is ér a mai a privát csoport. Annyit kérdeznék tőletek, hogy itt chatbe írjatok, hogy hogy vagytok, tetszett, jó volt, szép volt, nem volt jó. Oké. Okay. Jó van, szuper. Hát akkor... Szuper, nagyon jó. Köszönöm én is.